Sziasztok, kitáltam egy kis játékot, vagy kihívást. Mondjuk az egész csak arról szól, hogy szivatjuk egymást, de nevezzük játéknak. Dogi Andit hívtam meg, és ő belement. A játék lényege a következő, egymásnak mondunk majd felváltó mondatokat, amit bele kell építenünk a következő videóba, de nem csak úgy véletlenszerűen bemondjuk, hanem bele kell építeni a szövegkörnyezetbe. Tehát mit tudom én, ő mondjuk azt mondja nekem, hogy szeretem a sárga cipőket. Akkor mondjuk egy videóban erről a pályáról beszélek, mutatom, hogy ott a vásár, lehet venni sok hasznos dolgot, dinnyét, más ételeket, ruhákat, cipőket. Sajnos a kedvenc színemben nem, pedig én szeretem a sárga cipőket, tehát valami ilyesmi bele kell építeni, az a lényeg. Eredetileg úgy volt, hogy ő fogja kezdeni a sort, de aztán úgy alakult, hogy mégiscsak én, úgyhogy muhaha. Tessék, Andi, az első mondat. A csavarhúzom kéken világít. Sok sikert. Nem biztos, hogy a következő videójába fogja elmondani, mert tudom, hogy vannak már előre felvett felvételek. De a közeljövőben, hamarosan, valamelyik videójában ezt el kell mondania. És ha elmondta, akkor utána ő fog nekem mondani egy mondatot, amit majd nekem kell. Úgyhogy kíváncsian várom ezt a csavarhúzót. Sziasztok! Végre itt a sorozatomban kalandpályát fogok építeni így a videóban, élőben. Abban biztos vagyok, hogy meg lesz vágva, tehát szerintem az nem érdekes, hogy pötyögöm a parancsot, a végeredmény az érdekes. Természetesen magyarázattal, ötletekkel és tippekkel. Röviden a pályáról, ez egy fantasy pálya lesz, méghozzá fantasy szerepjáték. És a története röviden annyi, hogy még tavaly, valamikor évvége felé megkeresett Rocksrác, hogy van ez a pálya, régen szerver volt, és hogy csinálnék-e belőle kalandpályát. Én meg azt mondtam, hogy ó, persze, hát kész a terep, tök jó, már csak restonozni kell. Közben mutatom, hogy néz ki. Most itt egy ilyen, hát a tábla szerint egy lakótelepen vagyok. Azért, mert elvileg egyenlőre az a terv, hogy ez lesz majd a kezdőhely. A pálya nagyon szép, mutatom felülről. Nagyon látványos. Talán kicsit nagyobbra állítom a látótávolságot. Amitől remélhetően még nem megy tönkre a gép. Jó, akkor közben elkezdek repkedni. Szóval, hogy így megresztónoznám, mert csinálnék ebből a kalandpályát. Ó, hát persze, tök jó, ugye, hogy csak resztónozni kell. Hát aztán kiderült, hogy valami irdatlan hatalmas ez a pálya. Úgyhogy hát nem lesz egyszerű móka. Elkezdtem egyébként csinálgatni, a kasztok megvannak. Most, hogy elindítottam, ha jól láttam, már csak egy kasztot nem resztonoztam meg, mármint a képességfát. De a többi az kész van. A pálya története, mint a pályán lévő történet, a sztori, az úgy néz ki, hogy hát volt korábban egy ötlet fantasy pályára. Az első ötlet az volt, hogy aztán az ugye nem készült el, nem lett belőle semmi. És az első ötlet az volt, hogy akkor azt valósítjuk meg ezen. Nos, sajnos hát nem hasonlít a terep rá. Menjünk arra, ott egyeken túl még van valami. Tehát nem hasonlít rá a terep, és akkor így nem. Tehát így nem lehetett megoldani. Na, az a lényeg. Ezért kitaláltunk egy újat. Viszont amit áthozunk onnan, az a kasztrendszer, 5 kaszt lesz, azoknak a képességei, a képességfája azonnan van, úgyhogy azt megörökli, de minden más teljesen új lesz. Most egyenlőre nem fogom elmesélni, hogy mi lesz a pálya története, de közben úgyis látni fogjátok, hogy csinálgatom a küldetéseket, meg fogok is róla mesélni. Igen. Sokat gondolkodtam rajta, hogy hogyan fogom bemutatni ezt a nagy resztónozást, viszont azt nem találtam ki, hogy mi legyen így az első részben, illetve most felvétel előtt kitaláltam, de egyébként érdekes módon azt nem terveztem nagyon meg. Szóval azt találtam ki, hogy fogok csinálni egy mellékküldetést, egy királyhoz lehet majd elmenni, és ő fog valamit kérni, azt még nem találtam ki, hogy micsodát.
De majd hamarosan azt is kitalálom. Szóval csak egy mellékküldetés. Egyelőre nem a főküldetés indítanék. Azért, hogy lássatok egy jó rendszert. Ez nagyon egoista hangzik, de úgy értem, hogy egy jó megoldást arra, hogy hogyan lehet ilyen küldetés felvevősdit csinálni. Hasonló lesz, mint az úton hazafelén. Azért csak hasonló, mert már nem emlékszem pontosan. Fejből nem tudom, hogy hogyan csináltam. De ott jó volt a rendszer, úgyhogy azt továbbfejlesztve fogom. Szóval tök jó építmények vannak. Van egy nagyon látványos. Abban lesz ez a küldetés majd, ott lehet majd fölmenni. De most egy kicsit jobban ráfekszek erre így a visszajövőbe mellett. Nem mindent videóban fogok csinálni, tehát biztos lesz, hogy videón kívül is haladok vele, majd el fogom mondani, hogy mit haladtam. Igen, ez a trónterem, ez kell. Tök jó megoldás üveggel. És akkor itt fog mondjuk előtt állni a király. Most a kérdés az, hogy mennyi helyen van. Nem sok. De mondjuk egy komma blokkra pont elég. Zsír. Ez ugye fél blokkokból csinálták? Remélem nem sértődnek meg, egyen hátrébb tolom a trónt, hogy legyen hely a gombnak is. Szóval, régen kellett ugye odafigyelni, hogy elfigyeljen a reston is, szerencsére ma már nem kell, tehát lehet távolról indítani reston rendszereket, amióta van summon, ezt azóta lehet. De set blokkal azért mégiscsak jobb. Tehát lerakni egy reston blokkot, ami aktivál egy rendszert. Jó. Egyenre üres, tehát valószínűleg nekem majd kell itt díszíteni, mert ez így nagyon üres lesz. Na jó, egyenlőre kék lesz. Így kell command blokk a fejnek. Most a Hogyan építs kalandpályát című videóban mutattam, honnan lehet fejeket lelopni. Most gyorsan kikeresek egy királyosat. Egy királyosat, mekkora poén. Találtam egyet. Puff. Yes-t. De ez tök jó. Csak mint a láncruha lenne rajta valami szürkép. Nem is rossz. Jó, egyelőre marad ez. Akkor itt van a királyunk. Rajta a gomb, lehet vele beszélgetni. Na, hogyan is néz ki egy ilyen beszélgető rendszer? Alatt egy command block lesz, az majd aktiválja a rendszert. Vagy miért flameblockból csinálták? Ami lent lesz itt. Még lejjebb itt. Igen, szóval ma már nem kell arra figyelni, hogy legyen hely a restonnak. Inkább csak arra érdemes, hogy a világ legaljától azért hagyjunk valamennyi blokkot. Ha megszólítjuk a karaktert, akkor először lefut egy ellenőrzés, hogy hát most megcsináltuk-e a küldetést. Tehát, hogy azért beszélünk-e vele, mert meghoztuk a cuccot. Ha nem, akkor felajánlja a küldetést. És aztán el lehet fogadni. Ha igen, meghoztuk a cuccot, akkor kiüti a gombot, többet ne nyomogassuk, és odaadja a jutalmat. És hát ugye szerintem ládát fog lerakni. Mindegy, menjünk és csináljunk helyet, haladjunk. Az első részben csak ezt a beszélgetős részt tervezem megcsinálni. Illetve ezt a küldetést, ahogy van. Na, most... Hát a következő trükk. Vagy micsoda. Na most... Én szeretnék ide egy lyukat, de hát fog a franc innen fölülről lefelé ásni, majd mondjuk ilyen mélyre, tényleg semmit nem zavar. Így ebben a néző módban is működik ez a tabos behelyettesítős módszer, tehát én itt írok egy field, látjátok, behelyettesíti, amire épp nézek, hát valószínűleg amiben benne állok, mert mondjuk onnantól idáig egy kis levegőt, puff. Most azért lesz sötét, mert ott van. Tehát csináltam egy lyukat. Tehát így is működik a dolog. Ebben a módban is. Jaj. Nem. Játékmód 1. És akkor ezt itt megvilágítjuk. Hát igen, nem gondoltam át. De csináltam már párszor, úgyhogy bízom benne, hogy menni fog. Ide fogja lerakni a command reston blokkot. Úgyhogy ez a fölötte lévő kiüti, hogy többször aktiválható legyen, ha mondjuk visszamegyek megkérdezni. Az alatt a lévő legyen levegő. Puff. Innentől kezdve... Tök jó. Meg is írom azt a set blokkot. Király. Föl... Vissza a királyhoz. Ez a fél blokk, ez nagyon egységes. És kész.
Jó. Tudom, nem pont az sem, mint amit mondtam, hogy minden legyen megtervezve, és akkor kezdjétek el, de van egy ilyen módszer is, hogy föl lehet osztani részekre, és azokat megtervezni, és úgy építeni. Ez egy ilyen nagyobb pályánál abszolút reális. Tehát vannak a küldetések, főküldetések, melléküldetések, és ott van a kaszrendszer. A kaszrendszert elkezdtem, mert az már meg volt tervezve, ki volt találva, jó, azt csinálhatom, és akkor mellette lehet haladni a küldetésekkel. Nagyon nem függ attól, hogy mit én, ez a király most csontot vagy húst fog kérni, hogy az IASZ milyen messzire elő. Persze azért van egy határ, tehát lehet olyan küldetéseket kitalálni, lehetőleg ne találjatok ki olyat, amit egyik azt se tud megcsinálni. Tehát azért szem előtt kell tartani az egészet, de föl lehet bontani részekre. Persze, de kisebb pályánál ez teljesen fölösleges. Tehát egy átlag pályát én se, ez olyan, hogy tényleg annyira nagy, hogy még a fantasztikus kandok volt az, ahol elég volt egy küldetésenként kitalálni, és akkor még már elkezdtem a küldetéseket, de még nem volt meg mindegyik ott is. Tehát az ilyen nagyobbaknál lehet így földarabolni részekre, de akkor is szem előtt kell tartani az egészet. Na, lenéztem, hogy úton hazafelé hogy csináltam, mert szeretném ezt olyanra csinálni, amit könnyen lehet reszetelni, és nem voltam biztos benne, hogy ott megoldottam ezt. Hát nem. Úgyhogy most kicsit alakítanom kellett, mint ami ott volt. Érdemes olyan rendszereket csinálni, mindig próbálom úgy megfogalmazni, hogy könnyen reszetelhető legyen. A tesztelés miatt jó, tehát itt megcsinálgatom, mindjárt lett a ellenőrzés, mindjárt vissza tudom állítani. Vannak olyanok, amikor tényleg akkora dologról van szó, mit tudom én, ilyen nagy épület, mondjuk lerombolódik egy épület, mert az a küldetés, vagy az a történet, hogy lebombázták a házat, mit tudom én, hát akkor nyilván nem fogom megírogatni, hogy másolja vissza az egész házat, inkább csinálok egy másolatot a pályára és kipróbálom. Na, szóval ebben lesz benne az ellenőrzés, és szerintem egy kicsit nagyobb lyukat kéne csinálnom. Ebben egy test for lesz, nézve, hogy a játékosnál van-e a tárgy, ami még nem tudom mi lesz. De mondom, ez egy mellékküldetés, úgyhogy most nem beszéltünk semmit azzal, hogyha majd kitöröljük, vagy módosítunk rajta. Tehát ez is egy olyan kis rész, hogy mellékes. Mindjárt magyarázom is. Na, valahogy így. Szóval. Ez azt fogja mondani, hogy ügyi vagyok, tehát hogy megcsináltam. Ez pedig azt fogja mondani, hogy küldi, hogy küldetés van. A küldetés, hát ez most egy sima test for lesz, tehát hogy csak a éleke. Oké. És kiszedtem. Tehát, ha megcsináltam a küldetést, azaz élek, akkor kiírja, hogy ügyi vagyok. Ha nem, akkor ki fogja írni, hogy küldetés van. Most élek, tehát küldi ügye vagyok. Jó, egy kicsit többet kell késleltetni. Még egyszer. Tehát ügyi vagyok. Ha nem élek, most elrontom a parancsot, ez nem fog tudni lefutni, mert hülyeség. Akkor pedig küldi van. Na, tehát az van, hogy itt aktiválódik ez a reston jel, ez itt késleltetéssel menne tovább. De ha ez a parancs itt le tud futni, akkor itt küldi a jelet a komparátor, a blokknak, emiatt a reston jel aktiválódik, emiatt ez a repeater aktiválódik, ami ugye bele van kötve oldalról. Most ha oldalról jelet kap egy... Na, ezt kell ott kiütni. Oldalról jelet kap egy másik repeater, egy repeater, akkor úgy lezáródik, látjátok, az a szürke csík ott. És akkor nem fogja küldeni. Tehát, hogy ha meg nem tud lefutni, akkor ez minden aktiválódik, és tud tovább menni a jel. Ennyi. Nagy trükk. Most azt szeretném, hogy ez resetelhető legyen, azaz... Ide kéne nyomnom egy block datát, de inkább késleltetéssel fogom, hogy tudja, ne legyen már aktivált ez a reston jel. Ide, ennyi késleltetéssel fogja csak reszetelni azt. Na.
nulla legyen, és ez a kék csík negatív irányba 1, 2, 3, 4-re van. Minusz 4, igen, és most resetelődik is, csak nem írja ki, hogy ügyi vagyok. Na most próbáljuk ki. Küldi van, mert rossz a parancs benne, tehát igen. Aztán ha jó a parancs, akkor ügyi vagyok. Na, mi legyen ez a tárgy? Bármely játékos, akinél van inventory, ez egy tömb, úgyhogy szögletes zárójel, bele egy tárgy, egy adott tárgy. Ezt tudja, hogy ezt a küldetést módosítani fogom, csak most gyorsan akarok haladni, mert sokat dumáltam. Legyen... fákja. Legyen fákja. Ha van nálam fákja, akkor jelet fog küldeni. Oké. Ja, nem ez kell, ide a küldi. Haza nekem fák. Fákját. Itt pedig a köszi. A fákját. Na most ezt úgy is lehetne, hogy elveszi a fákját. Sőt, ja, így fogom megcsinálni. Előfordulhat, hogy test for kell, de most... most egyszerűbb, mert utána úgy is el kell venni. Minden játékostól vegyük el? Minden játékostól vegyük el. Itt nem számít ugye a selector. Tehát hogyha azt mondom, hogy legközelebbi játékostól vegy el, és az messzebb van, akkor is tőle veszi el. Mit torcs? Elveszel minden játékostól a fákját. Hozol nekem fákját, és ha van nálam fákja... ide rakom. Áú, de jó, pont kivettem a restont. Mondjuk a királyfeje nem kell. Köszi a fákját, és ugye elveszi. Ennyi. A következő részben ezeket tuti lecseréljük terrorra, és megcsináljuk úgy, hogy kérdezzen a király, hogy csinálsz nekem valamit, vagy segítesz, és akkor aktiválja, hozol nekem fákját. Az úgy fog kinézni, hogy lesz itt is egy redstone. Tehát mondjuk itt azt kérdezni, hogy segítesz nekem, és ha igenre nyomok, akkor lerak ide egy redstone blokkot, és akkor most nem, most azt írok, hogy jár, de majd azt fogja kínni, hogy hozzá nekem fákját. Oké. Ez ugye resetelődik, akkor a gombot kéne még levenni, hogyha sikeres, azt is ide rakjuk, vagy ide rakjuk. Meg a ládát is, ugye. Először a gombot üssük ki. Akkor gyorsan fölmegyünk. Még egyet. Persze, blokk. Levegőt oda. A ládának is beírhattam volna, nem baj. És mondjuk azt fogom csinálni, hogy a ládába rakok valamit. Tehát eleinte üres, nem is kell lezárni, minek zárogassam, nyitogassam. Hanem blokkdatával rakunk bele valamit. Súgy. Hopp, ott volt. Jó. És blokkdatával belerakunk egy... items, tárgyak, ez egy tömb. Mit ad cserébe? ID, az azonosítója a tárgynak. Tojást. Igazából itt most a rendszeren van a hangsúly, hogy hogyan lehet ilyet csinálni, de legközelebbre kitalálom, hogy pontosan mit kér, meg szépen megfogalmazzuk meg minden túról. Igazából kész is vagyunk. Tehát, ugye üres a láda, nincs is nálam fákja. Nincs is nálam fákja. Ha megnyomom, akkor megkérdezi, hogy hozok-e neki fákját. Na jó. Sőt, ha többször nyomogatom, akkor kiragatja, hozol nekem fákját. Egész addig, amíg nem hozok fákját. Ha most aktiválom, elveszi a fákját, megköszöni a fákját. És itt van a tojás. Nem írtam darabszámot, úgyhogy nulla. Nulla darab tojást kaptam a fákjáért, hát köszi. És ennyi. És ez azért jó,
mert ha most így kipróbáltam a rendszert, de oda lent a command blokkok resetelődtek, hát illetve egynek kellett, úgyhogy csak le kell raknom a gombot, és újra használható a dolog. De persze azért veszi le, hogy ne lehessen többször kijátszani a küldetést, ha mondjuk pénzt ad, akkor ám még hozok neked 50 pákját, hogy kapjak 50-szer ennyi pénzt. Jó, tehát így lehet ilyen rendszert csinálni, ezt meg fogjuk csinálni, mondom, értelmesen Terraóval fogja kiírni, formázva, meg fogja kérdezni, hogy segítünk-e. Ez a command block, ha igen, akkor ide rak le egy redstone blokkot is, kiírja, hogy honnan, mit, tehát a küldetés részleteit. De ennyi, így néz ki egy ilyen, jó, használjátok, egészséggel, nyugodtan lehet. A kézikönyv óvjam.